Az IBCC a világ legnagyobb pontyfogó versenye. A verseny arról szól, hogy 250 csapat érkezik ide a világ minden tájáról, akik igyekeznek egy hét leforgása alatt a lehető legtöbb 5 kg-nál nagyobb pontyot megfogni. Ezeket a halakat kifogják a Balatonból, mérlegelik, majd ezt követően egy fotózás után visszaengedik épségben a Balatonba. Ez a verseny valóban attól különleges, hogy a Fishing and Hunting segítségével tudósítunk, és a világon egyedülálló módon egy ilyen pontyfogó versenyről egy héten keresztül minden este másfél órában élőben számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről, valamint hát különböző műszaki megoldásokhoz köszönhetően forgató stábjaink a helyszínről is bejelentkeznek egy-egy szituációban, csapattól, az élőadás keretén belül. Nekünk televízió szempontból nagyon fontos az, hogy megfelelő adásminőségünk legyen, és a informatikai kommunikációt a lehető leggördülékenyebben tudjuk megvalósítani. Ezért nagyon nem mindegy az, hogy milyen adatátvitellel tudunk dolgozni az itteni kitelepült stúdió, illetve a budapesti központ között. Van egy bejövő vonalunk, ami egy internetes vonal, és a legközelebbi optikai csatlakozási pontig mi internet segítségével küldjük el a jelünket. Az Zenet Telekom biztosítja számunkra ezt a gyors internet elérést, ami lehetővé teszi, hogy real-time-ban akár egyszerre három ilyen HD GSM vonalat tudjunk adásba rakni. Ezek tömörített HD jelek, de nagyon fontos az időzítés is, hiszen egy nagy késleltetési vonalon már mindez nem lenne lehetséges. Én azt gondolom, hogy az a keresztmetszet, amit mi most kapunk az Zenettől, azt mi teljes keresztmetszetben kihasználjuk, tehát a televízió adásnak a minősége az, hogy 100%-osan menjen, az ennek a keresztmetszetnek szerintem egy olyan 25-30%-át, hogyha ha lefedi, és az azt fölötti részt is teljesen kihasználjuk az említett kommunikációs dolgok miatt, tehát folyamatos internet kapcsolat kell nekünk ide a működéshez, illetve az egyéb adatfolyamokhoz is.